140 éve, 1879. április 10-én született Zimányi Gyula, piarista tanár, rendfőnök. Tanári működését Kecskeméten kezdte 1902-ben. 5 évig tanított a híres városban. Ezt követően Budapestre került, a Kalasanzinum prefektusa, majd 1920-tól 20 éven át igazgatója volt. Közben a gimnáziumban is tanított. 1940-től 1946-ig a Magyar Piarista Rendtartomány főnöke volt. Kecskeméti évei során Zimányi Gyula óriási hatással volt Sík Sándorra, a későbbi piarista szerzetesre, költőre, drámaíróra. Bíró Imre, Sík Sándor kegyeletes életrajzában így emlékezett meg kettejük kapcsolatáról. Zimányinak fejlett érzéke volt a költészet iránt, és növendékében, mint ahogyan ezt visszaemlékezésében hálásan emlegeti, tisztelte és megbecsülte a költőt.